Hello mindenkinek, Zolex vagyok. A Gamers Hangin-nek köszönhetően van alkalma bemutatni a Thomas Was Alone nevezetű kis ügyességi indie játékot. A játékot egyedül Mike Whitehell készítette, és David Housden a zene szerzője. Olyan ezt mondjuk a videó elején lehetett is látni. A poén érdekesség, hogy ez a játék olyan nagy siker volt, amikor megjelent, hogy megjelent Xbox One-ra is, megjelent PS4-re, megjelent Wii U-ra is. Elég sok pályája van a játéknak. Ezt kicsit már elkezdtem. Szóval nem egy rövidke játék, de nem is az a hűde hosszú. Hát nem idegesítő a játék, nagyon ügyesen el van adva, és nagyon jól van adagolva a nehézségi szint. A játék sztoria annyi, hogy egy számítógép belsében vagyunk, van néhány mond, elem, test, amik önálló tudatra ébrednek, ezeket irányítjuk mi. Thomas was alone. Van mindig egy mesélő is, aki mindig elmondja az adott testnek a úgymond gondolatait. Thomas decided to start listing his observations for posterity. 1. The whole alone thing. 2. Portals. És ennyi, tehát, és ez mindig így egyre jobban adagolja nekünk a játék nehézségi szinteket. A játék onnantól akkor indul el, amikor megnyomsz egy billentyűt, space-t vagy egy irányt. Irányításilag teljesen könnyű a játék, tehát tényleg irányokkal mész, space-szel ugrasz, és a Q-val meg az E-vel tudsz váltani a testek között, majd akkor jobb lesz. Mindig lentadja a pályát, minden, ha új pályára megyünk éppen, hogy mi jön, hogy jön, mint jön. He felt like he was making progress, but... The loneliness was getting to Thomas. No amount... A játékban vannak ilyen kis gyűjthető négyzetek, azokat is lehet gyűjtögetni, és azért achievementet kapsz. Úgyhogy még a játék erre is gondolt, jutalmazza az illetőt. De még ezzel is kicsit megpróbáltak kitolni a játék élettartamát. És ennyi volt az első világ. Minden világnak van egy olyan kis sztoria, úgymond. Chris took an immediate és ez nagyon, itt is már nagyon aranyos. És itt tényleg az van, hogy nem az, hogy egyedül kell megoldani, tehát minden égítésnek külön, hanem itt úgymond, mint a kóban játszanál, és csapatban kell megoldani. He wasn't the highest jumper, but he held his own. He'd even been graceful at times. Well, not actually. Not technically graceful. It's probably the wrong word. But, you know, fine. There was that skinny little runt leaping about like he owned the place. Segíteni kell neki célba érni, és utána pedig mi is célba érünk. És ez mindig egyre fokozódik, mert lesz néhány test. És addig csak a pályán, hogy mind a két test a helyén nincsen. Vannak ilyen kis lehetőségek is, amikor le kell nyomni egy gombot, és akkor kicsit megváltozik a pálya. Tényleg annyira egyszerű végig, annyira nagyszerű.
Great, great. És tessék, ennyi. Gyors, gyors kis játék. Was this? Nehéz itt igazából nem bármit is hozzámondani, mert a játék mindent elmond és mindent megmutat. Chris was pretty scared. Little Red seemed fine, happy to be on his merry little adventure. Ja igen, itt viszont fordítva. Chris couldn't shake the feeling that things had taken a significant turn for the worse since Thomas had joined him. Sure, he'd been able to piggyback his way to ever so slightly higher platforms, but they got him. Könnyű leesni. Ilyen vagy nyomod a space-t, akkor is néha van, mint a kicsit csúszna. Gyerek most is. A zené alapvetően a játéknak szerintem zseniális, mert tényleg nem idegesítő. Chris stared at Thomas with pure hatred. És mégis néha szépen illeszkedik a játékhoz. So very happy at their situation. Friends together, a brave fellowship of quadrilaterals on a quest for greatness. Thing vaguely new. Chris would have the vaulting idiot. He hoped the next portal would split them up. Ha itt egymáson vagytok, akkor nem tudom másik ugrani. És mivel ő ott nem tud átmenni, nekünk fölül kell menni. És neki meg külön egy pályarész van megcsinálva, az ő úgymond képességeihez mérten. És ő így ér célba. És itt egy újabb égitest. Égitest? Test? Egyébként tisztára Tetris, mert a Tetris elemeit használja egyébként. Megint segítenünk kell egymást, hogy fel tudjon ugrani. És így. Megint bonyolul egy kicsit a helyzet. Would not do. John needed room to show off his exceptional skills. As it was, he was trapped on the wrong side of these little dot things. Tessék. Őt pedig visszaküldjük ide, és megvan anyway? Nagyon kis pár, de végig is. Kihasználja azt a kis helyet. John inhaled the air of the open space, and it smelled of awesome. Time to flex those muscles, to put his training to use, time to show those little dots how it was done. És itt pedig itt a megoldás. John decided to press the switch to let the little dots catch up. És ennyi. Mész tovább. És megint. És egyébként lehet egymást is vinni. És le tudják egymást vinni. Megint csak jó poén. Igen, és nem mindegy, hogy honnan ugrasz. Még ez is annyira el van találva a játékban. Nem az, hogy több megoldása van, itt csak egy megoldása van, de az viszont elvárja a játék, vagy tényleg úgy csinál. Csak érdekes, mert itt nem azt kéri, hogy az ember azt gondolná, hogy legnagyobbtól a legkisebbig, és akkor úgy fel tud ugrani. Nem. Itt kb. Ez megy. Vagy nem. A legkisebb. És így. John was happy to keep helping. He felt it was important to his image that he was seen to help the little guys. És akkor megint ott is segítség kell, hogy át tudjon ugrani. De vannak hosszabb, úgymond hosszabb pályák, pedig tök rövid a pálya, de mégis hosszúnak érződik emiatt. És
mert szüksége van a harmadik testre is. His unremitting cynicism and tutting amused John. Igen, hogy aki érte kicsit angolul, az talán még talál humort is ezekben a írásokban. This would require coordination, balance, and timing. John was sure the dots would be lost, but he was happy to guide them to triumph. Maybe that's what the dots were for. They were there to extend John's reach, to make his performance even more impressive. John liked the thought. He decided to keep them. És egy újabb világkész, és egy újabb test kerül bemutatásra. So, this hát was how Claire would die. Egy négyzet. Egy kék négyzet. She was rubbish at jumping, and she moved slowly. She felt a little like her continued existence was breaking some kind of natural order. És... The crumbling pillar was a dramatic death, she supposed. Wait, what? Claire couldn't shake the feeling that she was not It was at that moment that Claire realized she had superpowers. Super erő. You'd need a cape. There's no getting around that. Couldn't be a superhero without a cape. Where did my confusion? If you saw a cape, that made matters clear. You knew what you were dealing with. Claire was all about communication. And, you know, floating in water, which was her superpower. Right, fear not, my skinny friends, for I am Claire, and I will save you. Arrived just in time, which was, of course, the perfect moment for superheroes to arrive. Placed pools of toxic water. Ez is egyszerű, de nagyszerű. Így mindenkit fel kell segíteni egymás után. The others told Claire. Újra fel segíteni. Csak a másik testet. Their true colors at the worst possible moment, hurting all she held dear. Chris was the most obvious choice. He seemed stroppy enough, and his jump was so pathetic that it conveniently avoided Claire's insecurities. Yes, Chris. Diabolical Chris. The fiendish Christopher. A zene is mindig, ahogy haladunk előre a világban, úgy lesz egyre
Claire's newfound senses told her that there were multiple paths across with various possible configurations of the little posse. They were doing really well. Claire hoped she could get them all across. Yeah. És menjünk tovább. És utolsó. Előtti pálya. És egy újabb világ jön. És itt már megint bővülünk egy testtel. Ahogy láttátok. Laura was pleased this one was behind a wall. Maybe he'd never know what she could do. Maybe they could just have a conversation. Hang out. As long as he didn't find out what she could do, which would never happen so long. Laura ez is nagyon aranyos, és nagyon ötletes. The ominous pixel cloud. Kávé, ez olyan, mint egy matrac. Ennyi. Felugrándozol rajta. És ebben jönnek a jobbnál jobb ötletek. She began to worry that he was just using her like all the others had. They'd all bounce too, and then they disappeared when her back was turned. Only the ominous pixel cloud ever remains, looking a little bigger and a little less hungry with every disappearing friend. Vannak a játékban, igen, ezek a kis ilyen achievementek, és hogy a gyűjtekethez szokom, hogy ilyen achievementet kapsz, ezeket is megmutatom. She started to miss him when he wasn't there. Ha tudom. On another platform or something. Ja, igen. Én ezt korábban néhány előző pályán már felvettem, ezt ezért nem lehetett látni. Itt viszont lehet, mert idáig még nem jutottam el a játékban. Csak kipróbáltam. She'd wonder, what was up to? Was he missing her? He wasn't saying very much. Igazából ennyi lenne a játék, próbáljátok ki, szerintem nagyon hangulatos, jó a zenéje, nagyon ügyességi játék, igazi indie játék, úgyhogy mindenkinek csak ajánlani tudom igazából. Köszönöm a figyelmet, köszönöm, hogy megnéztétek, elosztok.